Hello, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban egy NECA gyártmányú Terminátor figurát fogunk megnézni, méghozzá Terminátor Genesis T-800-as Guardian Terminátorát, és ez a fiatalabb változat, amely a film első negyedében volt látható. Mielőtt megnéznénk magát részletesebben a figurát, először megnézzük a dobozát. És ahogy ez a T-1000-es esetében is volt, egy relatíve basic dobozról van szó. Az oldalán Terminátor koponya, Terminátor Genesis felirat, illetve a T-800 Guardian felirattal. És a hátulján magáról, a T-800-asról olvashatunk egy kis leírást, illetve a doboz alsó részében látható, hogy milyen figurák érkeztek meg ebben a sorozatban. Tehát maga a T-1000-es, illetve az idősebbik Guardian, vagyis a papa. A másik oldalán ugyanúgy Terminator Genesis felirat, T-800-as koponya, illetve alul T-800 Guardian felirat. Térjünk is vissza a figurához. És akkor itt látható maga a T-800-as figura újra. Méreteit, hogyha nézzük, jöjjön Ray, illetve ez centiméterben annyit tesz számunkra, hogy a figura megközelítőleg 17,5 cm magas. Dizájnját, hogyha megnézzük, hozzuk is egy picit közelebbre magát a darabot. Akkor nagyon szépen felfedezhetjük benne Schwarzenegger vonásait, természetesen már az idősebb Schwarzeneggerét, bár azt azért hozzátenném, hogy az idősebb variáns sokkal jobban átlátta ezt a hasonlóságot, tekintve, hogy ez a kiadvány a CGI által kicsit megfiatalított Schwarzeneggert tükrözi. Ruházata egyébként nagyon hasonló a korábbi Terminátorokéhoz. Ennek a kabátjának a hátulján nem találhatunk semmiféle golyóütötte nyomot. Nadrág relatíve basic, és illetve ugye láthatjuk is a csizmáját. Kiegészítők tekintetében egyetlen egy dolog érkezik hozzá, méghozzá egy shotgun. Amelyet szintén a film elején láthattunk a kezében, és ezzel támadta meg a jövőből visszaérkező klasszikus T-800-as Terminátort. És hogy látható is a markolatrész. Fekete színű, fölül különböző ezüstfestésekkel találkozhatunk. Ugye egy nagyon-nagyon szépen dizájnolt fegyverről van szó. És most akkor nézzük meg magát a Terminátorunkat, artikuláció tekintetében mit tud nyújtani. Ez már az újabb artikulációs pontot adja számunkra, tehát a feje nem tőben fordul, hanem felül található a csatlakoztatási pontunk, oldalra szépen mozdítható, le, fel, bár ennél hátrébb nem lehet nyomni a kialakítás miatt, illetve, hogyha szeretnénk, akkor akár teljesen körbe is fordíthatnánk, hogyha akarnánk. Ha tovább haladunk, akkor lábban egész szépen felemelhetőek a karjai. Természetesen ugyanúgy körbe is fordíthatnánk, hogyha akarnánk. Kicsit feszül az anyag. Könyökben szimpla üzletet fogunk találni.
illetve csuklóban némiképp tudunk mozdítani rajta. Teljesen körbe tudjuk fordítani, hogyha szeretnénk, de más artikulációt ne várjunk ettől a szakasztól. Ami érdekesség egyébként, hogy a fegyvertartó kéz a korábbiaktól eltérően nem egyenesen, hanem picit döntötten áll. Tehát, hogyha a kezemet néznénk, akkor igazából ilyen pozícióban található, ami némileg elég furcsa helyzetet ad számunkra, hogyha a fegyvert be akarjuk tenni a kezébe. Ha megnézzük, derékban leginkább csak jobbra és balra tudjuk kifordítani. Egész szép terpeszt tudunk kihúzni belőle. Lábát, hogyha akarjuk, előre tudjuk, és némileg hátra is. Ha tovább haladunk, akkor térben szépen be tudjuk dönteni a lábát, illetve itt is, hogyha akarunk, tudunk rajta egy picit csavarintani. Lábfejét pedig, hogyha nézzük, utolsó artikulációs pontunkat, akkor egész jól tudjuk fellemozdítani, illetve némileg oldalra is ki tudjuk billenteni. Mert alapjáraton elég sok Terminátor figurát kaptunk már a NECA-tól, összegzésül azt tudnám elmondani, hogy ez sem fog kilógni a sorból. Annyira nem különleges egyébként, hogyha Terminátor figurákat nézzük, általában nagyon-nagyon hasonlítanak. Viszont, hogyha egy kicsit változatosabbá akarjuk tenni a gyűjteményt, és egy idősebb Schwarzeneggert akarunk beszerezni, akkor ez a példány is egész jó arra, hogy a gyűjteményünket egy picikét változatosabbá tudjuk tenni. Tény, hogy a pisztolytartó kéze, ahogy kiemeltem is, egy picit furcsa pozitúrában van, de ez egyébként nem annyira vészes, és egész jó pozitúrát tudunk beállítani így is. Még egyszer körbefordítom. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, hello!